Szervusztok, srácok! Ez itt már a The Finals bétája, amit az egykori Battlefield fejlesztők alkottak, és hát a fő eleme az maga az, hogy mennyire, de mennyire rombolható a pálya. November 5-ig, azaz vasárnapig tudjátok kipróbálni ezt a gémet, tehát hogy bárki által kipróbálható. Ez egy 3v3 most game, tehát hogy három csapat, három játékossal 20 000 pénzt kell összeszedni egy arénába. A pénzt a szívekből kell nyitni, és ki is kell azt menteni egyébként, és amikor extraktálunk, akkor az látszódik a többi teamnek, szóval amíg éppen tart a kimentés, addig a többiek meg tudnak minket támadni. Vannak karakterosztályok is, szóval hogy nem csak annyi van, hogy bemész és csá, hanem hogy ki kell választ, hogy még milyen karakterrel akarsz játszani. Itt ilyen rólokat kell érteni ez alatt, van aki support például, van aki tank, van aki is gírnyó karakter, az mozgékony például. Ez a játék elég felkapott most, 230 000 volt a peak a Steam egyik chartja szerint. Megjelenéskor is ingyenes lesz, viszont azt még nem lehet tudni, hogy pontosan mikor fog megjelenni. Itt vannak a grafikai beállításaim is, és bal fölül fogjátok majd látni az FPS-t. Welcome to the finals, the world's greatest game show. And we're bigger, bolder and more thrilling than ever. Watch our contestants duke it out in the hustle and bustle of Seoul and Monaco. Plus, we're rolling out our new Skyway Stadium with Volpi's high-tech jump pads. No matter where we are, you'll see our contestants using our ultra-dynamic arenas to their advantage. And our generous sponsors are stocking the show with eye-popping gear. Time to give our fans what they want. Let's get started! Na hát, elvileg ilyen rombolások lesznek. Na itt vannak a buildek. Light build. Nagyon gyors, de nem éli annyira túl a dolgokat. A lopakodása és a kitérése specializálódott. A medium build és a midrange combat, átlagos HP, átlagos movement speed, ilyen healer, scanner és support karakter, és itt van a heavy build is, az... Aha, round 1-től. Ja, hogy egy roundot kell lenyomni, hogy állokkolódjon a heavy build-es. Jobban túléri a dolgokat, viszont lassú, és a pusztításra, valamint a dolgok megerősítésére specializálódott. Hát a médiummal kezdünk, akkor úgy néz ki. Márciusban azt hiszem volt egy bétája amúgy ennek a gamenek, nem tudom, hogy amúgy azóta mi változott, mert én akkor még nem is foglalkoztam ezzel. Hát persze, lenyomjuk először a tutoriált. Elvileg most vannak valami Twitch dropok is, az lehetséges, srácok? A betűtípus olyan overwatch-os? Hát akkor copy. És milyen dropokat lehet szerezni, srácok? Valami fegyverskin? Keresi a meccset a tutoriálhoz, tehát ez nem semmi. Kalapskin. Revolverre meg a karakterre. Nice, akkor azt majd nekem is be kell húzzam. Kipróbáljam, de nem biztos, hogy elég a gépem hozzá. Figyelj, demo, ingyenes, fogod, letöltöd, azt let's go. Veszteni nem vesztesz vele semmit, max azt az időt, amit a letöltése és a kipróbálásra szántál. Kalapot, csizmát? Wow! Srácok, ez most nagyon durva tutoriál lesz, hogyha már egy perce várunk. Pingusot a integrált videokártyával nyomtad? Hát akkor valószínűleg nem lesz gond. Bár akkor meg kérdéses, hogy amúgy... Milyen lesz egyébként a game? Azért kemény, hogy egy perc plusz a várakozás a tutoriálnál. Hát nekem sanszos, hogy itt valami gond van. Újúj, ott valamit kiírt még. Welcome to the Battle Pass! Yeah! Nyomom, meg is vesszük. Azt mondja, hogy Battle Pass az nagyon jó.
Igen, minden, amit begyűjtünk az Open Beta-ba, az megmarad a teljes játékban is. Aha, kontraktok, tehát hogy itt vannak ilyen feladatok, pont mögöttem, azt nem látjátok. Ingyenes Battle Pass van. Csinálj kontraktot, hogy XP-t szerez, vagy hogy fejleszd, és hogy fejleszd a Battle Pass szintedet. Itt látszódik a Battle Pass szinted. Itt pedig azt látod, hogy mennyi a VR-od. Használj VR-okat, hogy feloldj új itemeket az equipmentnél. Tehát összesen 10 000 VR-od lehet. Na hát az sok Pisti, sok Jani és sok Balázs. Na hát, tessék gyűjteni a VR-okat, srácok. Na, és akkor hogy lehet lenyomni a tutoriált? Ennyi volt. Haló? Ott van. Gondolom, azt kell nekünk. Na. Na majd most. Most jó lesz. Kicsi Diablo érzésem lett, a szerverre kuka, de passz már van. Hát gondolom nem számítottak, hogy 230 000 egyidejű játékos próbál ráugrani a szerverre. Ja. Gondolom, amúgy. Igen, volt egy pillanat, amikor így ki is írtak valami Twitter üzenetet. Ujjjjj. Kicked from server. Srácok, annyira jók vagyunk ebben a játékban, hogy kickelnek minket. Szerintetek el kéne engedni a tutoriált? Meg kéne nézni inkább simán a játékot? De hát akkor hogy fogjuk megérteni, hogy mit kell csinálni? Vagy majd ti elmondjátok? Lehet amúgy, hogy majd az lesz, hogy ti elmondjátok, mit kell csinálni. Majd rájövünk? Jó, én adok még egy esélyt ennek a tutoriálnak, ha nem jó, akkor megyünk. Bal lő, jobb nem lő. Space ugrik, Control Google, gondolom én. Mondjuk azért az vicces, hogy a tutoriálba nem lehet bemenni. Tehát, hogy a tutoriálhoz is online kapcsolat kell. Melyik is volt az a játék, ami... Ja, igen, a Payday. A Payday 3 úgy jelent meg, hogy online kapcsolattal, és hogyha le vannak halva a szerverek, akkor még egyedül se, magadba se tudsz Payday-ezni. Shift-tel sprintelünk, már mindent is tudunk. Most már nincs visszaszámláló sem. Mondjuk azt hiszem az előbb se volt. Na! Srácok, fél óránk van a tutoriára, addig meg kell tanuljuk azt a játékot. Hogy kell csinálni. Ja. Ezen átmentem, vagy mi történt? Na, itt van a szép. Ezt kell kinyitni. Ó. Pénz, hát ez már majdnem olyan, mint hogyha gamblingeznénk. Pénz. Igen, megfogom a cashboxot, és a cashout station... Hát mondom, ez gambling, srácok. Oda viszont a cashout stationre, az meg elkezd zenélni, és akkor az nagyon jó. Battlefield slot, így van. A lajhár. És akkor ilyenkor jönnek, támadnak a többiek. Na, éppen egy másik csapat nyomja a cashoutot. Ott is van, elloptuk. Igazából ez csak egy objektív, amit el kell foglalni, és akkor utána már nekünk menti ki a pénzt, ha jól értem. Azt mondja, most már készen is állunk a finálisokra. Úgyhogy mehet a practice range. És mehet a game. Na ezek itt a skinek. Hello there. I'm June, one of the co-hosts of the show. I've heard a lot of buzz about you among the sponsors. They really think you can steal the show. Use the practice range to hone your skills so you can go into the arena and prove them right. Két fegyvert közül tudok választani, az egyik egy
Egy AK, a másik meg egy kis pisztoly. Hát biztos mindenki a kis pisztolyt választja. Jó. Van itt jump pad, defibrillátor, frag grenade, goo grenade, sonar. Kár, hogy itt nincs valami leírás, hogy amúgy mi ez a goo grenade. Biztos amúgy, ha a menübe megyek, akkor ott azt láthatom. Jó, hogy három gadgetem lehet, gasmine, meg aha, sonar. Jó. Mi lehet az a reserve? Reserve-ből tudsz választani jelenleg. Ja, Na, ennek meg RPG-je van, meg pirogránát, sledgehammer, barikádot is tudunk lerakni. Van specializációja mindegyiknek, tehát gyakorlatilag olyan, mintha mindegyik lenne egy ultia. Breach charge. És az valami sniper? Na jó, oké, akkor megyünk is ki. Itt vannak valakik amúgy? Vagy ez most mit akar? Ez a practice range valószínűleg. Úgy néz ki, hogy a headshot az nem öl instant. Hát igen, ezzel lesz valami. Hát, na, ott azt mégiscsak megölte instant. Eddig neked tetszik? Na hát akkor majd mindjárt meg is látod, hogy milyen a game. A tutoriálhoz képest azért a játék sokkal érdekesebb és izgalmasabb. Amikor így leomlik minden is. Specializáció. Igen, ez az, amit megnéztük. Ja, valószínűleg ki kellett volna lépni a tutoriálból, hogy így ezt elmagyarázza. A reserve itemekből tudunk respawn és körök között választani. Jó. Healing beam, meg van itt ilyen recon sense, meg guardian turret, és akkor itt amúgy le is írja, hogy melyik mit csinál. Ott írja, hogy melyik mire jó. Hát maradunk amúgy ennél a healing beamnél, ugye most így mással nem tudunk jönni. Tournament, mehet egy quick play, és itt van kétféle mód. Van egy quick cash, aminél végtelen számú respawnja van a coinoknak, és van egy bankit, ahol mi a különbség? Meteor shower. Itt egy kis videó arról. Na tessék. Na, itt négy csapat van például. Először is meg kell találni a szépeket, igen. Your team doesn't earn those coins until you deposit them. If you're eliminated while you're carrying coins, they'll scatter for anyone else to grab. Ha viszed a coinokat és megölnek, akkor kipotyannak belőled. The richest team when time's up will win. Combat speed and just a dash of greed. Ha jól látom, itt nem extraktolni kell, hanem itt simán csak gyűjteni kell a pénzt, ha jól értem. Jaj, ezt meg akartam nézni. It's showtime, contestants. Let's start by diving into quick cash. You'll play cash out as a single match rush with three teams of three. The first team to reach 20,000 wins. A 3-3 fős csapat. Next, insert the box into a cash out station, but be careful. Your opponents can steal a cash out in progress. That's right. You'll need to set up defenses and use arenas to your advantage. Az ilyen instant megszilárduló hab. Na, mehet amúgy. Megyünk egy quick cash-t, aztán kipróbáljuk majd a bankitet, meg kipróbáljuk majd a klasszokat is. Az ilyen poor hub. Szávasztok, srácok! Monaco. Hát ugye most random csapattársakat fogok kapni. Szóval érdemes amúgy két másik haveroddal, barátoddal nyomni, hogy valószínűleg sokkal izgalmasabb lesz, mint amit most fogtok látni.
Végre egy őszinte játék, lootboxokat kell nyitogatni fegyverrel a kezedben. Szerintetek most mi van? Ez most megint egy olyan dolog, hogy ugye próbál szervert keresni, és lehet, hogy nem tudunk becsatlakozni? Sanszos. Jaj, lassan keres. Ó. Hoppá! Hi guys. Nem tudom, hogy kell beszélni. Jaj, nem tudom, hogy mi a gomba beszédre. Here we go! The steamrollers, the powerhouses, and finally, the ultra rares. Let's go, everybody! Én ultra rare lettem, srácok. Nyomják. It's a mad sprint to the finish. First team to bag our total target nevű. Gets the glory. Scotty set the scene perfectly. Remember, starting strong is key. De fura van. Not everyone made it out of this encounter. It's our first elimination. The ultra rares are thin on the ground. Just one contestant left. Goo grenade out. Ja, hogy ez a goo grenade? Meghalt a társam, meghaltak a társaim. Ott van ilyen revive pont, de. Négyessel gyorsan revive-olsz. Köszi! The powerhouses just made their return to the arena. Hogy arrébb dobta? Az mit csinált? Van full damage szerintetek? Insert coin to respawn, azt mondja. Kéne segíteni a társnak. Meghalt sajna, pedig volt nála pénz. The match is starting to heat up as the powerhouses have started our first cash out. Kéne használni ezt a jump pedet. They can still pack a punch. What an outstanding recovery from the powerhouses. Full strength right now. Only one valiant contestant left. Keep your eyes on the steamrollers. What a steal. Bless. Basszus, azt hittem kettes előveszek egy új fegyvert. Ha a nyílterepen vagy, a kis review bábot fel tudod vinni és odébb menni vele. Gondolom neki nincsen revive-ja, ahogy látom, hogy igen. V-vel millizek, köszi. Revive-val, tök jó. Baj lesz, bajos lesz. Hogy elfutott? Hasalni tudunk? Beakadtam. Az láthatatlan tud lenni. Ez furcsanás.
Mi meg CO-ztunk közben. Tudod kell menni a társakhoz. Ez gond. Ez gond. Többiek? Azt mondja, kérünk egy frag grenadet. Pereg, pereg, kell rossz a finális. Ott van még 13 perc van hátra ebből a meccsből. The steamrollers are unrolling vault 2. Atya úristen, ez micsoda? Azt hittem nagyobb lesz a káosz, hát hogyha többen lennének, akkor valószínűleg nagyobb lenne. De így, ha csak 90 vagyunk, így annyira nem gáz. Secure cash out, see. Az igen. Ja, amúgy nem is használtuk azt az ultit, vagy micsodát. Meg amúgy újra tudnék spawnolni. Na, éppen nyomjuk a cash out-ot, profi a csapat, mármint hogy valaki a csapatban. Basszus. Szóval ott volt a kis bábú, azt fel kellett volna vennem, és akkor utána tudok revive-olni, vagy hogy van ez pontosan? Hát én oda dobtam két gránátot, hogy most akkor majd nagy robbanásokat fogok végrehajtani, de úgy néz ki, hogy ez nem így kell elképzelni. Lopják. Alas, the powerhouses have been wiped out. Scotty, it looks like someone started their power down sequence. Ez jó volt. Hát abban nem tudom mennyi kellett. Hogyha az át hosszan nyomod, éleszted, de el tudod vinni a figurát máshová, hogyha van defibrillátor, és akkor instant felkapod. Ó. Oh. Szegény srác pedig nagyon nyomta. Nagyon nyomta. A carry, de... Hú, én vagyok itt az utolsó. Support score 5, objective score 200. A knock at the door of Vault 3 from the Ultra Rares. Az igen. Nyomod, haver.
félidő. Hát ő nem tudom, hogy hogy ment oda át, de biztos ügyes. A Q-val mit tudok csinálni, srácok? Elfelejtettem. The powerhouses will need to reboot. Team wiped. A priceless performance in the arena as the ultra rares have started a cash out. The powerhouses have returned to the arena. Srác nagyon szóló play-re rendezkedett be, hogy én nem tudom, hogy mit kéne csinálni, hogy oda feljussak. The steamrollers are in danger of getting wiped. One contestant left. Na, ezt én csináltam, én robbantottam. Tessék, oda teszünk még egy olyat. Ezt is én csináltam. Most éppen a kopereg. Mi volt ez a nagy rakétázás? Basszus, a Juju láb. Meg lesz szerintetek? Ott is van. Jump Pad-del, tényleg, köszi, hogy szóltatok. Na, ott van, E-Hunter 6500-as combat score-ra. Igaz, hogy az objektíve nagyon rossz volt, de legalább 10-et elimináltunk. Szórakoztató, pedig szkeptikus voltál. Értető? Ez jó volt. Ez király volt, srácok. Még akkor is, hogyha nem használtam amúgy nagyon semmit. Csak lövöldöztem. Az a gond, hogyha sokáig nézek piros szint, nagy területű piros szint, akkor egy idő után, hogyha egy olyan képre nézek, vagy eltűnik az a piros, és helyette más nézek, akkor olyan, mint hogyha mindenből eltűnt volna a piros. Nem tudom, valami, lehet, hogy valami szám problémám van, nem tudom. De ez most így, ja, nyomni kell egy eszket, akkor jó. Milyen a cucc? Nem tudom, de már 99-es vagyok. Vagy ez nem tudom, mit csinál itt. Ez neked is ilyen géles? Ez mitől lehet? Gold 4-es vagyok, let's go. 21 óra plate. Ez biztos, hogy jó oka? Na jó, most már 3-as vagyok. Hát, nem tudom amúgy mit mondjak. Amúgy szórakoztató, eddig legalábbis. Szerintem akkor nagyon király, hogyha full stackbe vagytok. Aha, és akkor itt tudunk feloldani, gondolom, más fegyókat a VR pontból. Kell VR pont. Ahhoz pedig játszani kell. Jó, hát akkor játszunk. Most már annyit tudunk csinálni, hogy tudunk más karakterrel menni, hogyha minden igaz. Így van, most már tudunk lenni Heavy-vel is. Fogalmam sincs miért, de gyerekkoromtól van. Aha. Na, hát itt már lehet RPG-zni is például. Azt mondja, én berakom ezt a barikád helyére. Nem lehet? Akkor így rakom be. Most mi? What? Na várjátok. Szerintem be akarom rakni a... Ja, hogy nem tudom oda. Akkor ez hova lehet?
Sledgehammert az M60-as helyére tudom berakni. Charge and Slam. Előre török és átmegyek a falon meg mindenen. És a földhöz csapom az ellenfelem. Srácok, hát itt van. Itt van, végre. Na hát, skinek. Megérkeztünk. Ez már az a terep. Mikor jött ki a game? Hát még nem jött ki. Ez csak a béta. Csármok, na jó. Na jó. Egy ellenfelet szimbolizáló dolgot fogunk oda tenni. Egy kis répát. Ez a kis répa, ezt tetszik. Remélem fegyverenként külön kell megvenni. Hát amúgy ötödikéig lehet csapatni a bétát. Csármot is lehet venni. Unicorn is, egyértelműen unicorn is. Jó. Jó. Jaj, ott valamit elnyomtam. Pillanat, csak így nem kezdhetünk bele. Na. Ja, és akkor itt van, hogy XP-t szerzünk, akkor megszerezhetem a skint. Aha, és akkor ez a gyémánt. Gyémánt skin. Zebrás, az kell. Nagyon jó. Baby répa, ott is van. Na! Tudom már, hogy mi hiányzott, srácok. Kawaii pose. Tehát ugye a mancsok. Ja, ezt akkor így nem lehet megnézni külön? Ja, hogy ez egybe van. Ja, értem. Uff, nagyon durva. Itt van ez is amúgy nagyon menő, de ez... Az a helyzet, elsőre megtaláltam a legdurvábbat. Ez kell nekünk. 2023 Ready Bundle. De ezen miért egy csaj van? Biztos amúgy lehet venni csajra is ezt a skint. Tuti azért van. Na persze. Na hát ezen amúgy már jobban áll. De erre mégse azt vesszük. Ott egy cica, meg még egy cica. Ezen mi van amúgy? Nagyon jó. És mehet amúgy. Most már mehet. Imót. Na az is kell. Jó, valami drága imótot nézzünk. Az egy tehén volt, lehet amúgy. Totally unimpressed. Ennek mi értelme van, hogyha nem látod, hogy tényleg átlövöd? Ja, meg kell fordítani közben. Ja, akkor biztos a meccsbe látszódik, csak itt nem, a preview-ba. Uff. Ez menő amúgy. Tama kickoff. Ez úgy igazán király, hogy nagyon nincs semmi érzelem a karakter arcán. Na most már van. Ezt meg kell venni, srácok. És berakjuk oda. Hova került be? Equip as intro. Aha, az kell. H. Ez a H-val fog menni? Jó. Hát ilyen béna. Na jó. Spré. Lehet sprézni is, és én nem csináltam. Ó, testre lehet szabni a karaktert. Na jó. Srácok, hát senki nem mondta, hogy testre lehet szabni a karaktert. Na, ez olyan női. Jöhet. A body type is női lesz.
Már is egyébként jobban tetszik a játék, ilyeneket tudunk. Ja, de hogy ehhez a skinhez ez a haj tartozik. Á, jó, akkor az marad. 300 ér lehet ilyen szemem? Ezek a basic szemek olyan bénák. Igen, ez megy hozzá. Na. Amúgy ez tetszik. Ez tetszik, ilyeneket tudunk itt csinálni. Már is tetszik, srácok. Na várjál. Most ugye füles van rajta. Tudunk venni 1000 ér egy szemüveget? Mondjuk valószínűleg 1000 ér a bundle-t vesszük meg. Így nem látszik, hogy milyen menő szeme van. Ugye ez van rajta, ez a kawaii. Amúgy ez se rossz. Na jó, megyünk vissza. Upper body, most ugye ez van rajtunk. Wow. Amúgy ez is nagyon jó, ez a bundle is. Sok helyen fog látszódni fog a szemmel, látszódni fog, srácok. Fixen át, crossbody. Aha. Ah, ott van tényleg amúgy. Mula and Tama. De jó. Nekem egy ilyen kis plüssem van. Papucsba. Na, az a menő. Na jó, amúgy meg vagyunk, srácok, most már mehet a game. És hogyha kérdeznétek, hogy miért molett a hölgy, azért, mert ő heavy. És a mediumba pedig nem úgy néz ki, a lightba pedig aztán pláne nem úgy néz ki. Na, srácok, let's go. Play, quick play, bank it. Az előbb még valami shooter volt, mikor váltottunk Sims-re. Ez fontos egy ilyen játékban, srácok, hogy magaménak tudja érezni a karaktert. A quick cash volt, amit az előbb csináltunk, ott az van, hogy vault-ot kell szerezni, amit oda kell vinni a 3 extract pont egyikére, és meg kell várni az időt, hogy leteljen, közben tudnak minket támadni, meg látszódik a térképen, hogy éppen mi most ott cash-outolunk, és hogyha meghalunk mind, akkor az ellenfél a cash outunkat be tudja nyúlni, és akkor az ő pénzéhez fog kerülni, hogyha sikerül az extract. Az egy 3v3v3 mód. Kettő játékmód közül melyik az, ami tetszik? Hát nem tudom, még ezt a bankitet, ezt nem próbáltam, a másik az meg amúgy tetszett. Na, a quick cash. Lehet-e csatlakozni? Hát most így egyedül kipróbálom, hogy így milyen. Aztán amúgy, hogyha fasza, és majd megjelenik, akkor lehet, hogy lesznek majd ilyen nézői gémek belőle. Na, ez egy 2v3v3, ahogy látom egyelőre. Úgy láttam, az RPG az nagyon meta, úgyhogy hozom. All right, the powerhouses, the socialites, the kingfish, and finally, the boundless. Szegény, ez most komolyan amúgy? Na, mindjárt kilépek. Biztos tölt. Ugye most itt 4 csapat van. Van egy csapat, amiben egyedül vannak, és van a mi csapatunk, ahol ketten vagyunk. But the real race, getting those coins banked securely. Ah!
counter, we've got our first elimination. Az egyikbe 235-ot is lőttem, de az pont egy heavy volt, akinek 350 HP-ja volt. Nagyon fura a hang, srácok. Miért lett ilyen tompa a hang? Ez a heavy miatt van? Ő erősebben nyomta a gombot. Mondjuk lehet kellett volna mozognom közben. Hát ez a játék szörnyű. Miért szörnyű? A bitcoinok ott pörögnek. Hát eddig nem sokat tettem hozzá dologhoz. That's a blow to the kingfish. Team wiped. They'll need to learn to swim with the sharks out there. Right you are. The spoils of a downed contestant are up for grabs. Who'll claim them? The kingfish are re-entering the arena. Watch out, enemy. Nem megyek a sráccal. Csinál. Here's some cover. De menő. Coins have scattered as a contestant is eliminated. Na, ennek amúgy itt nem sok értelme volt, amit én csináltam, de legalább leraktam ilyeneket. Biztos, hogy nem felcsinált ezt a... Oda kéne menni, valahogy. The socialites will need to try again. Team wiped. They lost their spot on the guest list. Valaki van itt. That's a deposit from the powerhouses. Elkapod, haver. The socialites just made their return. Nice. És akkor ezt most gondolom valóban be kéne adni, hogy kimentsük, nem? Valóban ezt be kéne rakni. A B-hez? Jó. An early predictor of chaos in the arena as we have a new vault. Remember, the socialites just emptied their pockets. Coins banked. Aha. Ship position. Get in line. Megyek. Spot for the boundless as they are down to their last contestant. A contestant is down. Let's see who dives in for their coins. Ouch! The powerhouse has suffered a wipeout. A new vault. Our contestants better not leave that unattended for too long. Szevasztok, srácok, ali ali. Itt revive nélkül is fel tudom szedni a társam, és jól láttam.
hosszan kell nyomni az a revive figuránál. Egyet megváltam. Hogy nyomja amúgy a karddal? Ja, és akkor így revival. The kingfish have recovered and respawned. Édes Istenem. Az hova ment? A contestant is eliminated and unbanked coins are left behind. Többen is vannak. Halál, ez halál. Nem is tudom, miért próbáltam meg. A srác az amúgy jól nyomja. Hiába látszik, hogy ugyanolyan statunk van. Nyomja itt nagyban ninját. Azt a rat. Hogy kenni neki a karddal, nem csak. Ja, tudok miszkónolni. Hát úgy sokkal élvezhetőbb, hogyha kiegyenlítettek az esélyek. Nyomod havel. Na vajon ki tudjuk ketten menteni? Kapta. Na hova, haver? Jelölj valamit. Valaki ott mögöttünk. Ja, látom, a célra megyünk. Valaki éppen itt klémeli be mellettünk. The kingfish will need to reboot. Team wiped. Basszus, vége. The socialites are the talk of the arena today. They came, they banked, and they conquered. On behalf of our sponsors, thanks for tuning in. Ezt sajnálom. Ezt sajnálom, srácok. Kaptunk 90 VR-t. Á, szóval, hogy ez maradt le. Hogy a Battle Passunk fejlődött, és hogy a karrierbe szinteződtünk. Meg hogy fejlődnek a cuccaink is. Heavy Duty. Na, nézzük meg, srácok. Még egyszer amúgy... ugyanezt a módot, csak most másik karakterrel. Gyorsan ezt is természetesen testre szabjuk. Így. VR lenne egy ilyen pisztoly. De szerencsére el tudok menni sniperre. Nem biztos, hogy amúgy ennek lesz értelme. Ebben a módban majd lecseréljük, hogyha nem jó. De teszünk rá kis répát, meg egy unikornist.
Ja, és legyen a... Ja, hogy ez már egy bundle része. Akkor marad ez. Na, let's go! Neked nem szenvedett a beengedése? Lehet a tutorial nem nagyon akart elindulni, de aztán elindult. Hány pálya van amúgy, skacok? Joinoltam a team chathez. Hi guys. Hát én nyomtam, de nem... Most így nem is jelzi. Hát mindegy is. Now, the big splash! The boundless! The high notes! And finally, the ultra rares! Én már megint ultra rare vagyok? Igen, csak amikor így elkezdtem beszélni, akkor eltűnt a jel. Na, most legalább megvan mindenki, ahogy látom. Coins, buffs and high stakes action. Get ready to see our contestants rush their earnings from vaults or downed opponents to safety by banking them. Az hol a grok vajon? Júj! Ez itt volt mellettem. Az a gond, hogy ehhez nagyon jónak kell lenni. Basszus. Sniperrel. Én nem vagyok olyan jó. Én nem vagyok ilyen jó sniperrel. Szia, Sina, szevasztok, srácok. Grappling hook. Nagyon jó. Ja, oda fel kell menni. Oh, a new vault. This is going to get very interesting, very fast. Kéne menni a többiekhez. Will the cadence of the match bring a full stop to the high notes? They're down to one member. A contestant is down and their coin scattered. Ezt be kéne donálni gyorsan. A contestant is down. Their coins are up for grabs and banking. Hasznos voltam, srácok. El se hiszem. Az gond. Az a heavy, az valószínűleg... igen. Én valószínűleg ilyet nem szabad csinálni, amit én csináltam. Láttam, ment az offline farmolás Diablo 4-be. Ó, nem. Max el volt indítva a Diablo 3-asztam főleg. Előkészítettem a bildeket. Ez mi? Miért rakott az enemihez? Honnan? Hol? Neki sok HP-ja van. And just like that, a new vault has appeared in the arena. Nem jó. Az gond. And their coins can be retrieved. Biztos jó lesz, nem lesz semmi gond.
Hogy kell ezt csinálni? Ja, hogy még nem spawnolt le. Ez mit csinál? Smoke, breach charge. Wow, ezt én csináltam. Looks like a team wipeout for the big splash. Na. Basszus, ide jöttem idő előtt. We've got the big splash returning to the arena. Ja, és akkor ezt még klémálni kell. I love the smell of a ja, ott fresh vault in the arena. Big bunny. Big bunny. Jó, 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 jó. Following an elimination out there, some coins are up for grabs. Ott is van. Na, amúgy elég jó. Nem tudom mennyi pénzt hoztam. A contestant is down, leaving behind their unbanked coins. A D-re kéne rámenni, azt hiszem. A contestant is down. Let's see who dives in for their coins. Ja. Ez mi volt? Basszus, itt volt egy közel. Tizenegyezer pont, srácok. The ultimate omen of mayhem here at the finals. Meg kell csinálni. Egyik srácnak a csapatban 7 kill-je van. De sajnos most mindenki offos. Az egyik csapat teljesen kiesett. The ultra rares are back in action. Ja, hogy ez még nem él. Ez így halál. Ő nagyon elvittett. Már volt még egy. Amúgy valószínűleg amúgy most kéne hozni, tehát hogy amúgy át kell váltani másik. Vagy itt most már nem tudunk átváltani, hogy ne könnyű izével menjek. Csak ezt akartam nektek megmutatni, de mindenki ezzel a lightos karakterrel jön most. Hogy nyomják amúgy? The second half of this match is underway. I bet there's a highlight reel play on the horizon, June. Csak a menübe lát, aha. Most hol vannak a többiek? Ja. Nyomod. Haver.
Ka-ching, the ultra rares. It's not just about the big drops, you know. Másik srácnál is van egy csomó pénz. Ott van egy 10-es. Take vault one. Huddle up. Okidoki. Azt mondta okidoki. Minifegyver OP-nak tűnik. Just what the doctor ordered. Another vault. Már gyűjtik. Ez 10 000-es. This just got interesting, folks. One of our contestants is running around with a fortune, but can they deposit those coins without getting eliminated? Oh, sí. Just spawned, June. Let's see who gets to it first. Melyek a többiekhez? Nagyon elmentem. Nem értetted elsőre, hogy mi a feladat? Hoppá. Hát attól függ, hogy melyik játékmódot nyomod. Coins have scattered as a contestant is eliminated. Hú, az nagyon jó. Mi? Ja, hogy ennyire mögöttem volt. De ha lehozott. Meghalt a poisonos bombába. Ez komoly pedig amúgy. Hát úgy néz ki, hogy ez rip, mert be is rakják a pénzt. Ők csak ketten voltak. Hát az objektív score-ban legalább most jó voltam. Na, viszont ezért a meccsért 120 VR-t kaptunk. Nem tudom, most a grappling hooknál az ott micsoda. Amúgy ezt tetszett, ez a grappling hook. Visszamegyek amúgy erre a médiumra. És... ja, hogy a médiumnak nincsen. Guardian, Turret, Recon Sense. Aha, és ehhez amúgy sokat kell nyomni. A Heavy-nek Guggen Mesh Shield. Lángszóró. Riot Shield. Na jó. Nyomunk még egy ilyen bankitet, aztán majd egy quickest is. Lezárásképp. Amúgy egyelőre király a játék. Nekem tetszik, de főleg az újdonság miatt. Mass Shield, Lángszóró, Broken. Jesus. Az a gránát is amúgy durva volt, ahogy így elvitt kettőnket. A Lángszóró nagyon OP. Hát nem tudom megvenni, hogy kipróbáljuk. Nincs annyi VR. Na, azt mondja, hogy hát nem tudom, hogy látom a többieket.
De én maradok ezzel, ez jó lesz szerintem. Szerintem ők light-al nyomják, szóval biztos jó lenne a csak... Nem is nyomom az Y-t. Mira, kív a mikrofonom! And finally, the shock and awe. The arena is loaded, buckle up! Our contestants will be coin hungry here in Bank It. They can grab them from vaults or from fallen contestants, but they'll have to deposit them to keep them. Olyan furák a hangok. We've got our first elimination. Now the mind games and strategic plays will really start to take center stage. Peacetime is over, folks. The big splash are close to getting wiped. I feel for their lonely contestant out there. Hát ez jó. Az nem jó. Várunk egy kicsit, amíg töltődik a HP, azt megyünk mindjárt. Az a gond, hogy amíg itt ezzel szórakoztam, addig eltűntek a többiek. Ja, és amúgy közben kiléptek a társaim. Az jó. Valaki fölülről nagyon osztotta. Érdemes szével csúszkálni, ha akkor van ilyen slide-olás. Ja nem. Jó, csak egy lépett ki a csapatból. Amúgy megnézhetjük a médiumnak a revolverét. The powerhouses could use a little staying power in the arena. Ja, persze, hát ez egyértelmű, nem érdemes randomokkal játszani. Na, ott big money lesz. Csapat nélkül. We've got an elimination. Let's see who scoops up those coins. Hát itt már ezt gyűjtik. Itt egy teljes csapat volt. Ez nem volt. Micsoda szögbeverője van a srácnak. Ez már ilyen pinta. Az mi? Na jó, én nézem egy kicsit a társamat, hogy nyomja. DG. 6 kill van eddig. Nézzünk gameplayt tőle. DX carry. Ja, a mi csapatunk az első. Nagyon jó játékos. Szemel VH keze én. Ez mi volt az a lövés? Mindjárt, amúgy, hogy így... A wipeout and a setback for the big splash. Nincs is. Tehát, hogy akkor most így talán ki kéne lépni.
Hihetetlen amúgy, hihetetlen. Nagyon jó nyomod, DXZGXZGÉ. Nagyon jó nyomod. Hú, azt a miért rántott? Nekem is ilyet ránt, csak nem tudom így letartani a társamat. Lehet reportolni valahogy amúgy, ha vége van a meccsnek. Akkor biztos bent kéne maradjunk, hogy jól bereportoljuk, és akkor csinál majd még egy accountot. Én úgyis a balaszt vagyok neki, szóval... Hajrá! Mert a Elite-nek csalók, akik élőzök. Na, látjátok? Úristen! Látjátok? Hú, az gond. Hát igen, az gond. The shock and awe will need to come back from that wipeout. Scotty, they've picked the wrong way to inspire awe. No doubt about it. Az lenne a tuti, hogyha amúgy nem nyernénk. Akkor most csak lövöldözni fogok, jó, de rossz lesz, most csak lövöldözünk. És akkor szegény srác, aki csal, még úgyse tud nyerni, hogy csal, értetek, az milyen jó lenne már. Itt láttam amúgy valakit. Coins have scattered as a contestant is eliminated. Mert lesztek snipolva. Na, én legalább eltaláltam. Amúgy van damage drop. Menj már innen. Csá. És elkapott. Kilépett a csaló? Nem figyeltem amúgy. Az a pont, gondolom azt jelenti, hogy kilépett. Nem bírta elviselni. Ja, kilépett. Ott van, hogy left the game. Ez de jó lett volna. Just like that, a new vault has appeared in the arena. At the halfway point, our contestants are living up to Ospooze's slogan of pop, poor, perform. A contestant is down, leaving behind their unbanked coins. Ujjjj. A new vault just appeared. Let's see who grabs that cash. Ujjjj. See ya. And now Lone Wolf is trying to keep the overdog safe. I can't even sell that, man. Big splash. Team wiped. Safe to say someone hit them with a cannonball, Scotty. My thoughts exactly. Oh look, a new vault is ready to be opened. Deposit time for the overdogs. Nice little stash locked in just now. Was they all at one couple?
basszus, még egy kellett volna neki, de alig látszódott ki valami a buksiából. Ja, jó kis zavaró tényező lettem, csak az a gond, hogy közben egyedül is maradtam. De szerencsére mindjárt vége. This part of our show. Who will get to the new vault first? Time to back. Throwing super grenade. An eliminated contestant just dropped a mountain of coins. Na, visszaadtam neki. Hát ez már máshova ment. Ki kéne menteni a pénzt? Semmi gond, srácok. Ő volt az amúgy. Ez most mi volt? Remélem jó srácot reportoltam be. Valami teljesen más felület jelent meg. Legendás fegyverszkin az AK-ra. Hát lehet, hogy akkor azt kéne hozzuk. Ott van. Tessék. Van rajta kis répám? Figyeltétek? Én nem figyeltem. Ezt rá kell rakni. Kis répa. Unicorn is. Nagyon jó. Ja, hogy nem volt beállítva a skin. Ez lehetett itt a gond. Na, quick cash. Nyomjuk azt a módot, ami a 3v3v3. Ez így van, ahogy Gamer Galaxis mondja, a jelenlegi beta alatt kifarmolt Battle Pass megmarad. Na, van itt, ahogy látom, heavy, én vagyok a medium, ő meg hát ő is medium. Nincs dátuma a megjelenésre, ha jól tudom, de ha megjelenik ingyenes. Ja, oda, ott írja amúgy, hogy M, oké, okay. Bocsam úgy, még nem jöttem rá, hogy... november 5-éig van a beta, igen, igen. November 5. Nagyjából délig. It's all about money, speed and strategy in quick cash. The team to bank enough cash the quickest will seize the day. Két medium, egy heavy a legjobb team comp. A lot of teams won by prioritizing teamwork. Lightosnak a grapplingje amúgy nagyon jónak tűnt. Buckle up everyone. Our first elimination is really sending a message. This match is on. The battle lines are drawn. Last standing member on the high note
to sing solo now. Nem baj, ameddig velem foglalkoznak, addig se. Addig se a cash out-tal. Megyek a közben a társakhoz gyorsan. The powerhouses are revving their engines and have started our first cash out. Respawn alert. The high notes are back in action. Tudják. El se talált. Robbanás viszont megsebzett. Kéne regenerálni a HP-t. Nagyon jó. Nagyon nem jó. A light az useless koordinált team ellen. Rohadt! Kéne menni a csapathoz, mi? Ja. Ha a Humble Bundle-on vásárolsz a Ihenteres partner linkkel, akkor még be is tudsz állítani ilyen izért, hogy megjelenjen a streamben a támogatásod. Black. Én köszönöm. Na, hogy így hogy tetszik, srácok, amúgy a game? Ez a meccs azért már izgibb, nem? Önök hátulról. Nem tudtam, hogy itt van közel. Onnan tudod, hogy jó a partner link, hogy amikor lehet választani, hogy kinek mennyit akarsz adni, akkor ott van, ott vagyok én is. Annyira tetszik, hogy már 80%-on van a letöltés. Komolyan. Ja, gadgeteket nagyon keveset használom. De most már azért ezen a meccsen többet használom, mint eddig. Életbe, srácok! Mi a fene folyik itt? Mi történt szegény Kesáuttal? Azt a rohadt!
Jézusom! Jó, visszakerült valahova. For the overdogs. The overdogs are re-entering the arena. Basus. Have just paved their way to fame. Congratulations to our winners. Gunédet érdemes lecserélni a Sonára. Ott is van 6300-as combat score. Az objektívünk is nagyon jó volt, a supportban annyira nem voltunk jó. 11 kill. Médiumnál a Recon Legit VH nagyon jó ability. Amikor kiírta, hogy detected, akkor az az volt. Hát ennyi XP-t nem is lehet szerezni. Ja, az a Sonára, ha. XP milliók. Mi van akkor, hogyha egy gadgetem szintet lép, akkor mi történik? Ja, hogy skin kapok rá, ha. Ja, látom, aha. Várjál, a gadgeten is lehet charm. Ez volt a gond, srácok, nem használtuk a gadget skineket. Wow. Menő. Ez menő, srácok. Pár napja kaptam én is meghívót, majd rápróbálok. Bárki ki tudja most próbálni, mert most open beta van. Hogyha esetleg úgy van, skacok. Engem megnyert a hétvégén, élveztem annak ellenére, hogy alig volt. Kérlem, tényleg én 10 éve nem PC-jéztem, és nincs viszonyítási alapom sem a shooterek tekintetével. De srácok! Összességében nekem tetszik ez a game, hogyha van kettő haverod, akivel tudod nyomni, akkor jó kis objective-based játékról van szó. Király benne, hogy ilyen mértékű a rombolás, a pusztítás. Ez amivel egyébként promozták ezt a játékot az ex-Battlefield fejlesztők. Ötletes. Kíváncsi vagyok, hogy mivel tudják ezt a játékot életbe tartani, mert az már biztos, hogy köztudatba sikerült behozni azzal, hogy ennyien elővették az elmúlt napokban, tehát az, hogy 233 ezeren játszottak vele, az elég komoly. Tehát az most már biztos, hogy erről a játékról hallottak az emberek. A kérdés már csak az, hogy mi kell nekik ahhoz, hogy ez így életbe is maradjon. Szimpi. Ez szimpi volt. Úgy van, hogy ebben a módban, amit most nyomtunk a végén, a Quick Cash-ben, ebben van 3v3v3, itt az a feladat, hogy fogod a széfet, és akkor az extra ponthoz viszed, ahol várni kell talán egy percet, vagy másfelet. Nem tudom, hogy ezt hol írják le, de hogy nagyjából egy percet várnod kell, ameddig ott extraktolsz, az extrakt az látszódik mindenkinek, tehát még az ellenséges csapatnak is, oda mennek és megpróbálják elfoglalni, miközben láttad az előbb is, hogy szétszették teljesen azt a házat, ahol volt az extrakt pont, és át is került egy másik placra. Nagyon durva volt. A bankitnál pedig az van, hogy ott meg pénzt kell szerezned, megjelennek ilyen pontok, ahonnan bizonyos mennyiségű pénzt tud szerezni. Van, amikor 1000, van, amikor 3000, 5000, 10000, attól függ, hogy éppen az a pont mennyit ad. Odamész,
Mármint, hogyha kinyílt, akkor odamész, kilootolod, és akkor el kell vinned három pont közül valamelyikre, amelyik éppen még aktív, és akkor ott ki tudod menteni a pénzedet, az instant történik, jó, nem instant történik, de nagyjából 5 másodperc alatt ki tudod menteni azt a pénzt, nem úgy, mint a Quick Cash-ben. Úgyhogy ez a két játékmód amúgy elég szimpatikus. 265 ezer már a peak? Hát én le voltam maradva. Van még tournament mód? Azt nem néztem. Júj, azt nem is néztem. És akkor itt a... Ez milyen? Ez ugyanúgy a Quick Cash, azzal a különbséggel, hogy 3 körös, ha jól látom. Nem lehet fegyvert váltani, limitált számú respawnja van a coinoknak. Wow. És nem csak a coinnak, hanem a karaktereknek is. Durva. Hát ez ilyen e-sport game. Hogyha ki akarjátok próbálni úgy, hogy nem érzitek magatokat tapasztaltnak ezekben a shooter játékokban, akkor még most érdemes, ameddig még friss a játék. Hát már annyira amúgy nem, de már eltelt 1-2 nap, amióta lehet vele játszani. De hogyha ki akarjátok próbálni, meg akarjátok tapasztalni ezt az élményt, akkor még most érdemes, mert hogyha megjelenik, és utána hónapokkal később szálltok be, úgyhogy nem vagytok annyira jó ebben a stílusban, akkor főleg szívni fogtok. Ilyenek ezek az online shooter játékok. Úgyhogy remélem, hogy tudtam nektek segíteni azzal, hogy ezt így megmutattam, azzal, hogy le akarjátok-e tölteni. Én minden esetre kipróbáltam. Fasza volt. Ez fasza volt. Remélem, hogy élveztétek, skacok.